extrém eseményre készülődik Jakabos Zsuzsanna. A győri világklasszis úszó ezúttal az épülő vízi élményparkban mutatja be azt a csillagot, ami minősíti a medencéket. A januári 5-6 fokban Jakabos Zsuzsanna vállalta, hogy fürdőruhában népszerűsíti a győri élményparkot. 21 medence lesz, én már nagyon izgatottan várom, hogy milyenek lesznek. Lesz egy tanmedence, lesz egy úszómedence, ez az, amiben most vagyunk, és hát rengeteg csúszdázási lehetőség, illetve az élményparkon kívül olyan rész is lesz, ahol lehet majd relaxálni, szaunapark, és minden, ami kell. Ez jó volt, hogy kinyújtottad, és közben rám nézel egy picit, ez az így a csillaggal, ez az. Így néz ki a kis sárga tengeri csillag, ebből összesen 7-et kap a győri élményfürdő. A világon egyedülállónak számít, hogy egy vízi centrum 7 csillagos minősítést szerez. Igazság szerint nagyon közel áll a szívemhez ez a helyszín, több okból is. Én még itt a Ciráki medencében edzettem, illetve a sportmedencében is nagyon sok hossz leúsztam, és nagyon emlékszem azokra a szenvedésekre, amiket én itt töltöttem még 2014-ben. Illetve más miatt is nagyon szeretem ezt a helyszínt, szerintem tényleg Győr egyik legszebb pontja, és az a kilátás, ami itt fogad minket, vagy hát amit innen látunk, az egyedülálló Európában. A győri Rábakvellének a kiúszós részeket is számítva eddig 11 medencéje volt, ez a szám most csak nem megduplázódik. Azt gondolom, hogy nagyon egyedi lesz és különleges, és egy olyan dolog lesz, ami a világon nincsen. Az, hogy szódásszifonból indul a csúszda, hogy tényleg ezeket a magyar örökségeket, meg ezeket a fontos dolgokat beleviszik az építésbe, vagy az építményekbe, meg az egész komplexumba. Ez biztos, hogy egyedülállóvá fogja tenni ezt a helyet, helyszínt. A világ legszebb úszójának is megválasztott sportoló annak ellenére, hogy az edzésein rengeteg időt tölt a vízben, ettől függetlenül legtöbbször olyan helyen nyaral, ahol jókat lehet csobbanni. Persze ilyenkor kényelmes üzemmódra kapcsol. Hogyha nyaralni megyek, akkor is mindenképpen víz mellett töltöm a nyaralásomat. Én nagyon, nagyon szeretek vízbe lenni, és nem szoktam úszni, illetve úgy szoktam úszni, hogy hát mellúszásban kitett fejjel. Ez a maximum, amit én a pihenőidőmben csinálok. Úgyhogy engem az egyáltalán nem zavar, hogyha víz mellett töltöm. Én szeretem a vizet, és szeretek vízben lenni a mai napig. Az épülő medencéken túl a régiek is megújulnak egytől egyig, teljesen új burkolatot és külsőt kapnak, miközben a klasszikus gyógy- és élménymedencék kínálata sem csorbul.